Mesélj anyukám! Itt az Éva Magazin videós podcast műsora, amelyben anyák mesélnek nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Célunk, hogy informatív, edukatív és nem utolsó sorban szórakoztató történeteken keresztül mutassuk meg, nem vagy egyedül. Sziasztok! Ez itt a Meséljenyukám legújabb része. Én Birta Brigi vagyok, az Éva Magazin főszerkesztője. Ma a szenzorosságról fogunk beszélgetni, Füstös Mónival és Kovácsi Krisztinával. Nagyon sok tévhit és téves információ van ezzel kapcsolatban, és ezt szeretnénk egy kicsit tisztába tenni azok számára is, akiknek a gyermekük szenzoros, és azoknak is, akiknek nem, de szeretnék jobban megérteni. Sziasztok, lányok! Szia. Sziasztok! Sziasztok. Móni, téged fogunk elsősorban eleinte faggatni a laikus kérdéseinkkel. Tehát mit jelent az, hogy szenzoros egy gyermek? Fú, mi belecsapunk <laughs> a közepébe. Igen, tehát a szenzorosság az egy neurológiai eltérés, hasonlóan mondjuk az autizmushoz vagy az ADHD-hoz. És akkor jön az első tévhit, mert hogy ez azt is jelenti, hogy ez egy neurológiai eltérés, hogy ezt nem lehet kinőni. Nagyon sok magyar cikkben az van, hogy hogy ilyen 10-12 éves kor körül a gyerek kinövi? Nem, mert a, a, az idegrendszere az ugyanúgy lesz becsatornázva, később is. Az viszont igaz, hogy úgy tűnhet kívülről, hogy kinőtte a gyerek, mert ilyen 10-12 éves kor körül tényleg nagyon-nagyon sokat zárul az olló. Az olló alatt azt értem, hogy kiskorban egészen nagy a különbség a, a egy szenzoros gyerek és egy nem szenzoros gyerek kortárs. Tehát, hogy kortás csoporton belül egy szenzoros és egy nem szenzoros között igen nagy különbségek vannak, mert egy szenzoros gyereknek na nagyon sok területen vannak lemaradásai, szociális kommunikációban, van, hogy szobatisztaságban, mozgásban, beszédben, tehát nagyon-nagyon sok területre tudhatni. És ez, ez kiskorban egészen látványos, és az, az oldó az folyamatosan záródik a szenzorosság esetében. Ezért gondolhatjuk azt, hogy 10-12 éves korban elmúlik. De ez nem igaz, hanem addigra, Szerencsés helyzetben a gyerek megtanul egy csomó stratégiát, amivel egyrészt meg tud felelni a külvilágnak, ez mondjuk egy autista gyereknek sokkal nehezebben megy, mert ugye nem tudja annyira jól detektálni azt, hogy mi az, amit a környezete elvár tőle. Egy csak szenzoros gyerek ebben sokkal ö, ügyesebb, és ö, Azért mondom, hogy szerencsés esetben stratégiát tanul meg, mert hogy ez akkor egy olyan stratégia, amivel ő is rendben tudja magát tartani. A rosszabb eset az, hogyha maszkolni tanul meg, tehát csak a környezetnek felel meg, de hogy ő neki közben ebben nagyon-nagyon sok energiát kell beletennie, és ez valahol előbb-utóbb, ha nem az iskolában, akkor otthon, de felszínre fog törni uh, valamilyen impulzív, uh, agresszív, uh, dühös, szomorú, meldános hisztis, vagy valamilyen viselkedésben. Um, úgyhogy úgyhogy uh, e, 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 ezt mondanám rá, hogy ez egy neurológiai eltérés tulajdonképpen. Nem is számít betegségnek a szenzorosság. Nincsen BNO kódja, a, a számít betegségnek, ami benne van, a, a, tehát aminek van BNO kódja, ennek nincsen, de egy létező mm, eltérés. Tud hasonlítani az autizmusra, és tud hasonlítani bizonyos formája az ADHD-ra. Ugyanakkor nagyon tud hasonlítani egyébként a hiperérzékenységre is, ami viszont nem egy neurológiai mm. eltérés, hanem az pedig egy, egy személyiségi egy. Tulajdonképpen. És azért ezek, ez, hogy ezek így le, le, részben le is fedik egymást, részben nagyon könnyen összetéveszthető is, magát a, a diagnózist, a felismerést, az autizmust meg az ADHD-t diagnosztizáljuk, a szenzorosságot meg a hiperérzékenységet azt csak felismerjük, lévén ugye nem betegségek, de hogy ezt a felismerést is nagyon-nagyon nehezíti. Uh -huh. Az, hogy egy gyereknek melyik van, az csak szakember tudja eldönteni? Mm, igen, és meg nem is. Üm, mert igazából ez egy nagyon nagy tünet együtt, most a, 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 most maradok a, a, csak a szenzorosságnál, tehát a szenzorosság az egy nagyon nagy tünet együttes, körülbelül ilyen 250 tünete van, és hogy ráadásul az a nehézség benne, hogy egy-egy dologban igazából a, az A, és az A-nak az ellentéte is üm, tud szenzorosságot jelenteni. Hát mondok egy példát. Mondjuk megvágja magát a gyerek, ömlik a vér, az egy átlag gyereknek iszonyatosan fájna, de így nem reagál semmit rá. Mm. Ő egy alul reagáló, alul reagálja a fájdalmat. Még mondjuk egy másik gyereket így megérintek, és elkezd ordítani. hogy megütöttél, megütöttél, megütött, eltört a karom, és akkor közben megsimogattad. Ő meg ugye túl reagálja mm -hmm. azt az ingert. Ez azért és... nehéz, mert csak így belegondolok, hogy minden gyereknél, mind a kettő benne van a pakliban. Igen. Tehát... igen, és akkor utána van az utánzás, tudod, amikor amikor mondjuk a testvér utánozza a, a, a másikat, vagy, vagy hát egy, egy, egyáltalán a gyerekek mm, utánzásból persze. tanulnak, eltanulják egymástól. Szóval hogy nagyon nehéz ilyen szempontból felismerni, és igen, egy szakember azért elég jó eséllyel tudja. A szenzorosság felismerését szerintem a legjobban, a szenzoros terapeuták csinálják, mert hogy lévén ugye nem betegség, ezért ugye diagnózisért általában a pszichiáterhez megyünk, de a pszichiáterek nem feltétlenül ismerik, vagy nem feltétlenül ismerik el a szenzorosságot, uh -huh. lévén nem betegség. Uh -huh. Ezért szerintem leginkább a szenzoros terapeuták Aha. jók abban, hogy ezt el is, vagy hogy felismerjék, és még csak nem is akármelyik gyógypedagógus szerintem. Van, akinek kifejezetten Mert ez a szakterület. Van, akinek, tehát hogy, hogy gyógypedagógusként, pszichológusként, vagy konduktorként lehet elvégezni a, a szenzoros terapeuta képzést, uh -huh. és ő nekik nagyon-nagyon jó szemük van erre. Tehát ők. Körülbelül egy szülő az már egy elég, elég jó eséllyel felismerik. Akkor, hogyha egy órát beszélgetnek a szülővel, és megbeszélik, amiket meg kell. Vannak rá mondjuk tesztek is, és és akkor egy alkalommal látja a gyereket, akkor már nagyjából meg tudja mondani, hogy szenzoros-e vagy nem, illetve hogy milyen mértékben. Mert ugye azért mindenkinek, tehát a, a szenzorosság, akkor, hogyha egy picit másfelől közelítek, azt jelenti, hogy nyolc csatornánk közül, a szenzoros szemléletben nyolc csatorna van, de ez egyébként változik, ugye így a köznapi, köznyelvben ugye öt uh -huh. senses van, vagy öt érzékszervünk van, de valójában vannak, még majd mindjárt elmondom, uh -huh. hogy még mik vannak, ugye, de hogy amit tudunk, az a látás, a szaglás, az ízlelés, a hallás és a tapintás, ezek ugye amiket így az öt érzéknek uh -huh. szoktunk mondani, és akkor van még három. Ezen a három, három csator, vagy ez nem a három csatorna, a nyolc csatornán keresztül jönnek be az ingerek, a, mennek az idegrendszerünkbe, ami ott összerendezi a dolgot, kidolgoz rá egy válaszreakciót, amit mi megcselekszünk. Valahol ezen az úton azoknak, akiknek szenzoros integrációs zavar, egyébként uh -huh. ugye a teljes neve uh -huh. ennek a dolognak, akinek szenzoros integrációs zavara van, náluk nagyon-nagyon gyakran történik ezen az úton valahol, nem tudjuk pontosan, hogy hol, eltérés. És ezért lesz nagyon különböző az ő viselkedésük a kortársaikénál. De a kortársaknak is van az a nyolc inger csatornája, amin keresztül fogadják az ingereket, és vannak bizonyos helyzetek, amikor mondjuk ők is túlreagálják, vagy alulreagálják azt kérdezem, az ingert. Szóval, hogy, hogy ez nagyon nehéz. Ö, onnantól lesz valakinek ö, szenzoros integrációs zavara, ö, nem pedig csak egy szenzoros rendszere, amit folyamatosan érnek ingerek, és néha hülyén reagálunk uh -huh. rá, nem szenzorosként is, de onnan lesz szenzoros integrációs zavar, hogy valakinek akadályokat jelent az élete több területén. Na most nagyon gyakori területek ilyenek kisgyerekeknél, ugye az evés, az alvás, ahogy mondtam, a szociális mm. kommunikáció, tehát, hogy nem, tudja, nem nem tudnak olyan jól mm, illeszkedni mondjuk a közösségbe, vagy nagyon nehezen szoknak be, vagy nagyon sokat ütköznek, neki mennek a gyerekeknek, bántják őket, nem, nem veszik alapot, lapot, hogy, hogy itt akkor ez most oké, okay, vagy nem oké, okay. De mondom, a szobatisztaság is ilyen, akkor ugye a mozgásukban is nagyon sokszor vagy pont nagyon gyors a mozgásfejlődésük, vagy nagyon lassú. És hogy ezért is nagyon nehéz ugye megállapítani, mert mondom, mind a két véglet uh -huh. jelenthet. Ez, hogy nagyon sok ponton lehetnek eltérések, és abban mind a két véglet probléma. Tehát, hogy az a jó, hogyha megint az arany középutat jövök, de hogy ugye az a jó, hogyha az arany középutat nagyjából meg uh -huh. tudják találni, de hogy ez nem mindenkinél van így. És van olyan, hogy valakiről nem derül ki, és úgy él ide az életét, vagy úgy nő fel? És... Hát a mi, mi időnkben biztos, hogy sokan mondok. Én egyébként magamra is gyanakszom sokszor, így visszagondolva, hogy hát, hogy már én már négy évesen vegetáriánus lettem, és hogy mondták, hogy hát persze, mert hogy az állatok, meg a nem tudom, de hogy a ma, ma már meg tudom fogalmazni, hogy nem igazából az állaga. Mert uh -huh. Olyan a húsnak, hogy Hát nem, uh -huh. esik jól. Ezt akkor nem tudtam mondani, csak azt mondtam, hogy fúj hús. És akkor az volt, hogy akkor válogatós vagyok, meg finyás vagyok, meg mondom meg ilyen, ilyen nagyon elhivatott vagyok, hogy vegetáriánus vagyok. Közben pedig, hát igazából az történt, hogy egy teljes ételcsoportot kizártam az étkezésemből. A mai napig tök uh -huh. nehezen alszom el. Tehát, hogy nagyon a, a, az elalvásra ugye úgy hat, hogy, hogy el kell találni azt az éberségi szintet, ez nem teljes nyugalom, ahol elalszunk, hanem hogy van uh -huh. egy ilyen vagy hogy igen, így be, be kell találni oda. És hogy van, akinek egyszerűen az idegrendszere annyira túl van pörögve, hogy mindig fölötte van, és nem tudja uh -huh. nem tudja megtalálni, vagy nem tudja könnyen megtalálni azt a szintet. Uh -huh. Nem termelődik úgy a melotonin, sokszor azoknál a gyerekeknél, akik... Én egyébként azt szeretem, hogy neurodivers, azt is szoktam használni, amellett, hogy szenzoros, mert hogy akkor ott abban benne van, benne van mindenki, akinek van idegrendszeri eltérése, uh -huh. van és akkor nem kell annyira szétszálazni, mert, hogy mondom, nagyon nehéz is szétszálazni. Uh -huh. Akkor, amit mondasz, az alapján nem az van, mert én úgy veszem észre, mint hogyha egyre több szenzoros gyerek lenne a környezetemben. Uh -huh. De akkor nem ez történik, csak most már fel van ismerve, hogy ennek ez a neve? Ö, egyrészt szerintem igen, hogy régen ugye nem tudtunk róla, hanem mondom így finyás volt a gyerek, hisz is, meg hisz is volt, a meg, Igen, 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 igen. Tehát hogy, hogy egyrészt volt ez, most már sokkal tudatosabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, sokkal nagyobb tudásunk van erről, és aki, aki tájékozott ebben egyébként, nagyon jól tudja támogatni is a gyerekét, és nagyon sokat tudunk nekik segíteni. A másik ö, oka ezen kívül, hogy, hogy nagyobb a tudás, az az, hogy, hogy a társadalmunk ö, egyre kevésbé neurodiverz barát, vagy hát így az életberendezkedésünk. Szóval még mondjuk ö, két generációval ezelőtt ö, lehet, hogy volt ugyanannyi szenzoros gyerek. De a tünetek nem jöttek ki annyira, mert nem voltak bezárva a négy fal közé, hanem kinn az erdőben játszottak Az meg. életmódunk egy igen, kicsit trigger igen, tehát, hogy ez, a, ezt az ez a városi életmód, hát hogyha belegondoltak, tök logikus. A, szokt, inger. Van szó, Aha. Hogy a fények, az fények, hangok. Én leszintem, hogy a ugye, városi... kütyük azok, amik így hát nagyon... Hát a fütyű is szerintem Aha. benne van. Igen, tehát hogy, hogy most most normális gyerekekről beszélek, csináltak egy, egy felmérést arról, hogy hogy ugye annyira gyorsan jönnek a képek, hogy egy kisgyerek mennyit tud ebből befogadni. És egy Tom és Jerry résznek, hogyha az egy jól befogadható ö, lenne egy, egy, egy uh -huh. teljesen neurotipikus gyereknek, akkor két órás lenne egy rész. Uh -huh. Azt szóval hogy annyira, annyira gyorsan jönnek. És pedig az és vibral, egy 30 hangos. éves. Igen, ilyen van nem Igen, nem egy mancsörjárat. Igen, Viszont, tehát hogy a tévé is, a hangok, a zajok, a városi zaj, tehát csak az, hogy végigmegyünk az utcán. Menjünk már egy kicsit még vissza oda, hogy nagyjából ezt így mikor kezd, hogyha mondjuk van egy gyerekünk is, arra gyanakszunk, mikor, mi, mi az, ami miatt már gyanakodjunk egyáltalán, és ez nagyjából mikor kellene kiderülni, vagy mikor szokott kiderülni? Hát igen, ez nagyon nehéz dolog, mert öm, egyébként még amivel is szokták összemosni, az az idegrendszeri életlenség. Aha. Öm, és hát ez egy nagyon trükkös dolog, mert hát milyen lenne egy ma született gyermekideg rendszere, ugye, ha nem éretlen, és hogy hát nagyon sokáig nem is lesz érett. Uh -huh. És az a helyzet, hogy, hogy én azt is itt tapasztalom a munkám során, hogy nagyon sokszor rengeteg sokat várunk a gyerekektől, bőven olyan dolgokat, amikkel uh -huh. még tökre nem érettek. Tehát az egyik kedvenc példám az az impulzus kontroll, és azért nagy kedvenc témám, mert nekem is utána kellett néznem, hogy akkor most hogy is van ez, mert ez sehol nem volt leírva még a pozitív fegyelmezés könyvekben sem, meg semmilyen gyereknevelési könyvben, hogy mégis mi a helyzet ezzel, úgyhogy elkezdtem kutatási cikkeket olvasni róla, hogy mi van az impulzus és hát azt találtam, hogy négy éves kor környékén kezd el fejlődni, és egészen ilyen 10-11 éves korig fejlődik, és olyan 7 éves kor van benne egy ilyen nagyobb ugrás. Uh -huh. És akkor mi ott ülünk a két éves gyerekkel a játszótéren, és akkor teljesen ki vagyunk, hogy kikapja valaki kezéből a lapátot, vagy oda csap, mert az ő kezéből uh -huh. kapják ki a lapátot. Feszgye meg magunkat, rá. hogy mondjuk azt hangosan, jaj, nem ezt tanultad otthon. Igen, <laughs> igen, 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 és akkor rossz esetben még meg is büntetjük a gyereket egy olyan dologért, amire nem is lehet még képes. És azt a felnőtt korunkban szóval... elveszik tőlünk bárminket, és hogy reagálunk igen, rá. Igen, igen. igen. Nekem van olyan ismerősöm, aki egy kicsit nekem mindig tehát úgy tűnt, mint hogyha azt akarná, hogy kiderüljön valami a gyerekéről. Tudjátok, ez a mindenhol Nekem is elviszel, van egy ilyen ismerősem. És akkor mondta, hogy szenzoros, hipotom, nem tudom, mindent mondod. És elmesélni, igen, és hogy éppen mibe vannak. Igen, és mindig van valamiben, és egyébként amúgy kívülről teljesen úgy tűnik, hogy a gyerek minden rendben mm -hmm. van. Szóval, hogy így... Ez nagyon izgalmas dolog, mert ettől lehet, hogy hogy az is lehet, hogy maszkol mások előtt Aha. a gyerek, és mondjuk csak otthon ja, a, igen, a, mondjuk, szülő, igen. a szülő látja csak. És hát hogy azt Mondjam, ez a jobb eset? Mert hogy, vagy hát nem, mert nagyon nehéz a gyereknek egész nap mondjuk egy egy intézményben moszkolni, de hogy akkor nincs az intézményben problémája. Jaj, a nehez, a, a, az, is, az is egy nagyon nehéz helyzet, amikor az van, hogy egyszerűen nem tud a gyerek moszkolni, és az intézményben is gondok vannak vele. Például egy szenzoros gyereknél, az, hogy, ez a maszkolásra visszatérve, hogy ugye van az, hogy a gyerek az iskolában azt mondják, hogy egész nap jól viselkedik, egész nap, mint a gyerek nagy nagyszülőkkel, mint a gyerek a mert mint uh -huh. a gyerek hazajön, és lefűz, a démon. és otthon de meg kis ez is, is, lesz belőle. De hogyha a szenzorosság valami olyan, amit nem tud kontrollálni, mert a fények hozzákelő az ingereknek, akkor ha egy gyerek szenzoros, akkor elvileg ezt nem tudja megcsinálni, nem? Hogy reggel nyolc-tól délután ötig, vagy egy hétvégén a nagyszülőknél, Lehet... mint a gyerek legyen. Tehát ez például nem egy jel, hogy nincs ilyen szűrője, hogy ez hol jön elő? De ez a szűrő, ez egy tök jó szó egyébként, de hogy a szűrő az kibet tud kapcsolni, és hogy én a mm. szenzorosságra is úgy gondolok, mint egy spektrum, vagy egy ilyen skála, és hogy vannak akik a tehát akik mondjuk nagyon súlyosan szenzorosak, mm -hmm. ő nekik már tényleg nem megy. Mert mert hogy annyira sok energiát visz el, ikuból, meg, megfeszülésből, ö, Aha. saját magad megerőszakolásából, az, hogy tud ezt hozni, hogy egy idő után nem fog menni. Tehát, hogyha egy nagyon nagy mondjuk, azt mondja. mondjuk az van, van olyan gyerek, aki mondjuk 11-ig bírja, és akkor 11-kor, így. Lefűz. Ezért ördög és pokol. Aha. Tehát, hogyha egy nagyszülő azt mondja, hogy Jaj, ennek a gyereknek nincs semmi baja, nem kell vinni sehova, nálunk volt négy napig és egy angyal, miattad ilyen, akkor ez sem így van. hát, nem feltétlenül. Igen, szóval, hogy, hogy, nagyon, nagyon nehéz, és hogy nagyon sokféle lehet a maga a gyerek is, maga a gyereknek az állapota is, és igen, a különböző embereknek az interpretációja. De te, <Szén> miből, ez... te mit gondolsz? miből kezdjünk egy gyanakodni? Hmm. Vagy hogy mondjuk. Hát. Mert én is gyanakodtam no az, az én lányom esetében, mert neki nagyon gyors volt a mozgásfejlődés. tehát ő kilenc hónaposan hmm. már járt napközben ezen a, mondjuk az éjszakát jól átaludtam, meg ő is ez a kicsit ilyen hirtelen, vehemmensebb típus, és nekem először az volt, hogy lehet, hogy akkor szenzoros, de aztán igazából, amikor kitöltöttem ilyen teszteket, rájöttem, hogy egyébként nem, csak hát uh -huh. van egy-két uh -huh. ilyenre. Igen, szerintem ezek a tesztek tök jók, öm, amiket ugye végül. És megcsináltatnak az emberek mm. is, de hogy ezek amúgy elérhetőek. Meg, meg hát ott benne van, akkor ennek a tünete együttesnek nagyon sok jellemző mm. tünete. És akkor ugye mondom, ott az a helyzet, hogy a két végponttal is probléma van. Tehát mondjuk az is, az, tehát mondjuk az evést nézzük, az is probléma, hogyha ha, mondom, ha teljes ételcsoportokat zár ki, ha csak fehér színű ételeket eszik meg, mm. csak épeket eszik meg, vagy tehát, hogy bizonyos állagú uh -huh. ételeket eszik meg, de mondjuk az is, hogyha mondjuk úgy eszérted az indiait, hogy azért, hogy merőkanállal tolja az arcába, mert az meg valami ingerkeresésre uh -huh. utal, hogy úristen, nagyon kellenek a fűszeres ízek, a csípős ízes, ez nagy mennyiségben. Tehát, hogy azért mondom, hogy mindig a végpontokkal van a, van a probléma, azért, hogyha sok területen van, amiket uh -huh. itt említettem, hogy mert például van ilyen, hogy akkor baj van az alvással szaladunk az alvásszakértőhöz, baj van az evéssel szaladunk az ev, étkezési... Baj van a Baj van megy, a akkor az... És akkor az van, hogy, hogy sok fronton ö, vívjuk a harcainkat, és akkor amikor megértett, hogy hát ez mind egy dologra vezethető vissza, az fú, Uh -huh. Az nagyon jó. Az azért nagyon jó. Szóval, hogy van amikor, van, amikor nagyon megnyugtató, hát mondom most ebben az esetben nem diagnózis, hanem felismerés, de hogy az nagyon megnyugtató tud lenni, hogy úristen, nem az van, hogy a gyerekemnek mindennel baj van, de hogyha a gyerekednek mindennel baj van, akkor azért érdemes rajta elgondolkozni, hogy lehet-e ilyesmi a háttérben. Minimum egy tesztet kitölteni, és hogyha a teszt után még mindig gyanús, akkor, akkor mondom, én, én mindenképp azt mondanám, hogy... Igen. Mert hogy utána... Akkor lehet... előre haladtával. igen, mert tehát, hogy mondjuk ezekben a tesztekben ilyen kérdések is akár benne vannak, vagy benne lehetnek, hogy megtanult -e autodidakta módon olvasni. Nyilván nem a két évesre vonatkozik a kérdés, de a négy-öt éves már meg tud tanulni autodidakta módon olvasni. És az ott valami öm, eltérő behúzalozást jelent. Ez persze nem azt jelenti, hogy attól valami ha bektöröm, van a ha gyerek olvasté, akkor ő, Igen, 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 ú, ez igen nagyon de nem is Szóval, <gül> <gül> szóval hogy ez ilyen nagyon, Hú, amitkös, nagyon, nehéz. nagyon nagyon nehéz, és én ezért mondom, hogy szerintem a, 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 a tényleg a szenzoros terapeuták nekem az, az, az igaz, ilyen főkapaszkodó ebben. Ugyanakkor a jó hír az az, hogy ezek a támogatási módok, amikről beszéltem, és ha akartok, akkor majd egy picit belemehetünk. Ezek a támogatási módok ...nak nincsen mellékhatása. Tehát ez nem egy gyógyszer, hanem, hanem hogy ez a teljesen neurotipikus gyerekeknek is tök jó. És azért, mert hogy nekik is van ugye az emlegetett szenzoros rendszere, és most elárulom még azt a három Na. másik ingercsatornán, mert <laughs> itt kicsit félbehagytam. Szóval van ez az öt, amit így jól ismerünk, és van még a a proprioceptív, ami azt jelenti, hogy az izületeknek, az inaknak, az izmoknak az ilyen együtt mozgása, meg együttműködése, tehát hogy érzékelem, hogy, hogy egy ilyen ellenállást, uh -huh. hogy neki megyek valaminek, hogy, 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 hogy cipelek valamit, hogy valami nehéz. Van az interoceptív, ami a belső szerveknek az érzékelése, amikor az éjséget érzem, a szomjúságot érzem, a, a hőérzetem, de a, tehát hogy ez a belülről, hogy melegem van és le kell vennem, vagy, vagy fázom és föl kell vennem. És akkor a, a harmadik pedig a vesztibuláris, ami nem annyira ismert, ez pedig egyensúlynak szokták fordítani, de nem teljesen igaz, hanem a vesztibuláris az az, hogy hogyan érzékelem a testemet, sőt elsősorban a fejemnek a helyzetét a világban. Ami nagyon izgi Elkezdtem ebből. Érzékelni Igen. A fejem. Igen. Ahogy, de hogy ettől tud lenni szédülés, vagy nem tud lenni szédülés. És ugye, hogyha nagyon intenzíva, megint a két véglet, ha nagyon intenzív a szédülés, tehát az, hogy mondjuk egyszer megpörgeted a gyerekedet, és már így izéd, azt mondja, hogy azonnal hajd abba, akkor, akkor, akkor lehet, hogy vesztibulárisan túlreagálja azt az inget, mert hogy azért jó néhány, az 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 hogy azonnal közben, meg csak lehet, hogy Érzékenyebb rá, hogy ebbe ez a nehéz. Ez, igen, hogy igen, mondtál most igen. 45 olyan dolgot, amiből bárkire igen, lehet. Igen, bármi. de hogy csak néhány. Ha ebből uh -huh. nagyon sok van, akkor az már az érintő uh -huh. jel lehet, és akkor szerintem érdemes mondom, akkor elsősorban egy ilyen ingyenes tesztet kitölteni, és akkor ha az ott bejelez valamit, akkor esetleg felhívni egy szakembert, aki közel van. Van ember van egyébként, tehát hogy egyébként szerintem nem elég, uh -huh. mert nem szerintem fantasztikus. Tehát, akit én ismerek, meg akivel találkoztam, és, és ilyen szenzoros szemléletű gyógypedagógus, vagy pszichológus, vagy konduktor, vagy akármi, ők szerintem mind nagyon zseniálisak, mert Ö, szóval, hogy, hogy hogy én úgy is szoktam hívni, hogy ad egy ilyen, egy ilyen neurodivers szemüveg, vagy egy ilyen szenzoros szemüveg, és hogy sokkal nagyobb elfogadással tudunk odaállni a gyerekek elé. Persze a szenzoros gyerekek elé, de én a nem szenzoros gyerekek elé is, mert hogy látom azt, hogy a, az, a szenzorosságból fakadóan mondjuk valakinek van nehézsége az öltözködéssel, és hogy ott van egy másik gyerek, akinek nincs nehézsége az, vagy mondjuk nem szenzoros, de nehézsége van az öltözködéssel, de én már értem, hogy azért, mert az öltözködés az egy nagy összetett, és egy nagyon nehéz folyamat. És hogy akkor látom azt, hogy apró lépésekkel, meg, meg, meg egy, 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 egy ilyen nagyobb tevékenységnek a szétbontásával, hogy tudok segíteni a gyereknek, és hol tudom megtalálni azt, hogy igazából melyik ponton van nehézsége. Mert lehet, hogy csak az van, ő nem öltözik föl, mert valami neki abban nehéz. És, és az és telsz, nem magam a reggeli, ma reggeli <gül> <gül> és, De hogy nem is biztos, hogy ilyen van. Tökre benne van az is, hogy csak nincs kedve. Tudjátok, pont az a nehéz benne, hogy ezeket szétszállítják. De ha minden nap baj van az öltözködéssel, vagy nehézség van az öltözködéssel, és amúgy egyik pozitív fegyelmezés eszköz sem működik, mondjuk az öltözködésnél szerintem a legjobb az a játékosság, hogy gyere neki futásból, ugorj bele a pólóba, bele -e a fejed, vagy ugorj bele a nadrágba, vagy Hú, mondom, játszva, reggel hétkor neki futásból, miket <síns> tudok <inkább> mondani helyet. <síns> Mert jó, jól tudom, hogy ez nehéz minden nap. De azért az egy intő lehet, hogyha már mindent végigpróbáltál a nagykönyvben, és még mindig nem öltözik uh -huh. fel a gyerek, akkor vagy valami nehézsége van, vagy nem szereti azt a ruhát. Mert hogy ugye tapintás is Aha. egy ilyen. Egy ilyen uh -huh. És akkor azért az nagyon rossz, hogyha egész nap egy olyan, olyan dolog tapint téged, vagy te tapintasz egy olyan dolgot, ami zavar. Uh -huh. Mondtad, hogy amikor elmennek a szülők, és kiderül a szenzorosság, akkor fel tudnak venni egy szemüveget, hogy másképp lássák a valóságban. Hogy szoktak reagálni, amikor kiderül? Mert hogy minden, ami nem a megszokott, az egy kicsit demonizálva van a világban. Igen. És hogyha igen. gyerekünkről van szó, akkor meg pláne azt akarjuk, hogy minden tökéletes, minden tökéletes Persze, legyen. Igen. Hogy mi szokott lenni az első reakció, és mivel lehet megnyugtatni őket? Igen, hát ugye nagyon sokfélék vagyunk, úgyhogy nagyon sokféleképpen tudunk reagálni. Mondom, van, akinek egészen megnyugtató, hogy na végre értem. És akkor tudom, hogy akkor vannak eszközei mindentől kezdve, meg van egy, tudok szerezni erről tudást, és nem az van, hogy az én gyerekemnek mindennel baja van az alvással, az evéssel, a óvodába, a nem tudom mivel, hanem egy baja van, és az annak, megtaláltam a gyökerét uh -huh. tulajdonképpen, és akkor onnan nagyon szépen lehet dolgozni. De van, akit, amik, akit megvisel, igen, ez, hogy az én gyerekem, én, én nem tekintem ezt betegségnek, meg mondom, nem is számít annak, én, én az autizmust tekintem betegségnek, pedig annak van, milyen okodja, meg az ADHD-t. Ezeket össze szóval eltérő... szokták keverni egyébként az emberek, ugye? Igen, igen, és nem is véletlen, mert nagyon hasonlóak a Hmm, hát a, a, a tünetek, tulajdonképpen. Hát az lehet mondani, hogy az autistáknak a 90 nagy százaléka szenzoros is, és nagyon sok hmm. autisztikus tünetet igazából a szenzorosság okoz. Így aztán, hogyha valaki mondjuk nagyon szenzoros, akkor könnyen lehet, hogy benézzük, és autista. Vagy, hogy autistának nézzük a tüneteim miatt, de hogy nem az, vagy ez uh -huh. nagyon-nagyon képleg. Én mondom, ezért is uh -huh. szeretem ezt a neurodiverzet, mert hogy azt elfogadjuk, hogy itt van valami neurológiai eltérés, és hogy... A, de nem kategorizáljuk de, be. De, nem, hogy... de, de igen, de és hogy... És hogy, hogy én azt amúgy sokkal fontosabbnak tartom annál, hogy kapjon egy ilyen címkét, azt, hogy konkrétan ő neki, tehát az, hogy általában az autizmus dobozba mit rakunk bele, és hogy autista gyereknek mik a nehézségei, ezeket, úgy nagyjából tudjuk. De az én gyerekemnek ebből nem biztos, hogy mindegyik megvan, uh -huh. hanem nekem azt kell tudnom, hogy az én gyerekemnek konkrétan mik a nehézségei, és mondjuk mik az erősségei. És akkor a, amiben nehézsége van, az persze egyfelől fejlesztem, másfelől én ot az, amit mi otthon csinálunk, azt támogatásnak hívom, de a harmadrészt pedig megnézem az erősségeit, és legalább 70%-ban azokra koncentrálok. Mert hogy ez tök fontos, hogy nem ne mindig csak, mert hogy tök fontos a a, fi, a korai fejlesztés, nem, nem ezzel ellen akarok beszélni, hanem amellett akarok beszélni, hogy mellette viszont, ami érdekli a gyereket, amiben jó, azzal húzzuk fölfele, mert hogy attól fog épülni az önbecsülése, meg az önértékelése, és akkor jobban fog menni egyébként a fejlesztendő területnek a, az erősítése is akkor, hogyha belülről van egy belső motivációja, hiszen ő tök jól meg tudja csinálni az akármit, igen, ez nehezebben megy, de nem, majd ez is menni fog, csak ezt többet kell nekem gyakorolni. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy én ma, ha magamból indulok ki, nekem, ha bármi történik a lányommal, vagy bármit, mindig az az első gondolatom, hogy de milyen lesz, milyenek lesznek a kapcsolatai, ha én nem leszek, milyenek lesznek a barátságai, uh -huh. hogy fog a közösségbe beilleszkedni, hogy... A szenzoros gyerekekkel kapcsolatban, vagy ha bármi van, akkor szerintem ez egy ilyen tök fontos kérdés a szülőnek, egy első, mert az, hogy otthon mit csinál, milyen ruhát vesz föl, mit teszik, az nem azt mondom, hogy másodlagos, de az első az az, hogy közösségben, Ingen. hogy tudnak beilleszkedni. Van bármi útmutató, ami ezt tudja könnyíteni, vagy hogy vannak ezek a gyerekek elfogadva, hogy elhozza mm. egy átlagos óvoda? ha van a csoportba egy szenzoros gyerek, vagy az iskolába bekerül, uh -huh. felvételinél például. Uh -huh. Jó, egy picit akkor hátrébról közelítek ehhez. Van ez a nyolc ingercsatorna, amin keresztül jönnek be az ingerek. És ezt ugye utaltam rá így az elején, hogy többféle szenzoros profil van tulajdonképpen. Három nagyot Különböztetünk meg a moduláció alapján, tehát az alapján, hogy hogyan érzékeli ezeket az ingercsatornákon beáramló ingereket. Vannak az alulreagálók, uh -huh. ez ez már mindegyiket említettem egyébként, de most egy picit így szétszázom. vannak az alulreagálók, akik nagyon visszahúzódóak, passzívak, hát egyszerűen nem ütjük meg az inger küszöbét azzal, uh -huh. hogy hozzászólunk, nem válaszol, nem hallgat a nevére rádudál az autó, és nem veszi észre, tehát hogy amúgy veszélyes is tud ugye lenni. Ahogy mondtam, uh -huh. hogy elvágja, és ott vérzik el, és nem, nem veszi észre. Szóval hogy ez, ez amúgy egy veszélyes állapot, uh -huh. vagy veszélyes helyzetekben is tudja magát egy alulreagáló kerülni ezzel, hogy alulreagálja uh -huh. a veszélyes ingert. A következő az a túlreagáló, aki, a, mire mondtam, hogy megsimogatom, és akkor eltört a karom, úristen, de hogy mindenben ilyen. Uhum. Szóval ők azok, akik nagyon nehezen szoknak be például a közösségbe. Ugye az előző, ő nehezen megközelíthető a közösségbe. A túlreagáló, ő, ő mindentől fél, ő minden miatt aggódik. Minden hangos. minden gondol. hangos. Ő egy ilyen állandó riadó készültségben van, szegény. A és ez nagyon fá fárasztó. fárasztó. Tehát, lehet. Hogy igen, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egész nap stressz helyzetből stressz helyzetbe esik bele az idegrendszere, és folyamatosan ugye az amigdalája. dalája Aha. Igen, folyamatosan az van bekapcsolva, és egy ilyen állandó üst vagy fus reakciós azt mondani, helyzetben igen. van benne. És ettől nem lesz egy nagyon jó fejnek tűnő gyerek, <laughs> ugye, mert hogy, mert hogy nehéz, nehéz ugye ebből, a, ebből az amigdalából jó fejnek Úr lenni. Is tört, ez az a, persze, hogy nem. nagyon, nagyon, nehéz nekik, és nagyon elfáradnak. ők azok, akik mondjuk 11-kor már kaput, Aha. és akkor már nem, nem nagyon tudsz vele mit csinálni. És, és hogy, hogy igen, hogy nagyon nehezen is szoknak be, és nekik van a legtöbb ilyen szociális nehézsége. És akkor van a, a harmadik, az ingerkeresők, akik pedig mindenáron hajtják az ingereket, ők, akik hiperaktívnak tűnnek egyébként. Fú, te jó, Lesi, még a hiperaktivitást is és belekevertük. Hát és... igen, az az ADHD. Ah, ad. ugye itt említettem, hogy azért azzal is, mert ott is az van, hogy mondtam, hogy az autistáknak ugye nagyon nagy százalék a szenzoros is, az ADHD-soknak is kb. a fele a szenzoros is, szóval óriási átfedések vannak ezekben a, ezeken a területeken, és, és hogy, hogy, így, mert hogy, hogy nekik is ez a, ők általában ingerkereső szenzorosok, hogyha szenzoros és ADHD-s is, és és akkor hajtja folyamatosan, fut, ugrál, leesik, iszonyú veszélyes játékokba megy bele, ütközik ő, 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 ők nekik, ugye ezért nehéz szociálisan, mert nagyon vadak, félnek tőlük a többiek. Hát nem egyszerű, és hogy én azt gondolom, hogy... Hogy, 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 az integráció azért náluk is nagyon fontos, tehát oké, okay, ez csak szenzorosság, és nem betegség, meg nincs bno kódja, meg nem tudom, de hogy fontos, hogy integráljuk ezeket a gyerekeket, mert hogy nagyon jól integrálhatóak egyébként, csak kellenek hozzá, kell hozzá megértés, elfogadás, és némi ö, háttértudás. Ebből és ez most van az egy intéz... átlag, <laughs> hogy átlag iskolát nézünk, hogy egy a ahova jár, jár 25 gyerek, 50 szülő, igen. Hat nevelőnő, óvónő, Igen. tanár. Igen. Kevés a tudás is szerintem, és nagyon kevés a kapacitás. Uh -huh. És hát na, most nem akarok itt ilyen nagyon belemenni a közoktatásnak a helyzetébe, de hogy ilyen fizetésekért lehet, hogy én sem nagyon vizét tepernék azért, hogy mármint, hogy nagyon elhivatottnak kell értem, lenni, értem, hogy hossz. valaki ilyen fizetés mellett elkezdjen erről kutakodni, meg ezután utána járni, azért, hogy ő össze tudjon rakni mondjuk egy olyan óvodai közösséget, vagy egy olyan iskolai közösséget, amiben egyébként legalább három-négy szenzoros gyerek nagy valószínűséggel ott történt van. Mert az hogy a statisztikák azok azt mutatják, hogy minden hatodik gyerek érintett. Aztán. Szóval egy átlag homodai csoportban akkor ugye a gyors matek alapján, vagy egy, vagy egy osztályban simán van négy-öt gyerek, akinek mondom, tehát hogy a skálán különböző helyeken helyezkednek el, és van, akinek kevesebb nehézsége van ebből, van, akinek több de akinek kevesebb van, azt is miért ne segítsük egyébként, és mondom, igazából ezek a többieknek is tök jók, és nem nagyon erőforrás, de erőforrás olyan szempontból, hogy kell hozzá néhány eszköz, meg kell hozzá, kell hozzá tudás, meg kell hozzá akarat, meg, meg energia, de hogy mondjuk nagyon ezen kívül plusz pénzbe nem kerül, és most rá is térek akkor egy kicsit erre, hogy tulajdonképpen ezek ilyen minimális kis játékok, meg torna gyakorlatok, amikkel, amikkel tök rekordában lehet tartani, tehát hogy lehet támogatni. Ezek történnek amúgy a fejlesztésen is, csak ugye abban különbözik a fejlesztéstől, hogy ott van egy íve az egésznek, van egy terápiás terv, amit jó esetben a szülő is tud, de nem annyira jó esetben legalább a utat tud, hogy ő mit, miért csinál, és mi miért csinál egymás után, és ennek van egy íve, és lá ő remélhetőleg látja is a fejlődést a gyereknél otthon, amikor támogatjuk a gyereket, akkor nem ezt csináljuk, hanem csak nagyjából így reagálunk, illetve próbáljuk megelőzni. Tudjuk, mondjuk én tudom azt, hogy az én gyerekem 11-kor kifárad, akkor mondjuk fél 11-kor berakok neki egy szenzoros blokkot a napjába. Ezt hívjuk egyébként szenzoros diétának, szóval semmi köze az étkezéshez, hanem az a szenzoros diéta, hogy a gyereknek a napjában több helyen be van építve ilyen szenzoros blokk. Ez ahol ilyen mondjuk 5 percben, akkor. hát tulajdonképpen Aha. igen, <laughs> ilyen idegrendszer rendező <laughs> diéta, és akkor 5 percben vagy akárhány percben, most tök mindegy, amennyi belefér, csak azért mondok öt percet, hogy nem kell ilyen nagy dologra gondolni, nem az van, hogy napjában ötször meg kell tornáztatni egy órás TSMT tornával a gyereket, hanem nem egy ilyen öt perces. És akkor ugye mondtam a vestibuláris, hogy a fejem hogy van. Hát annak a legjobb, hogyha a fejjel lefelé lógatjuk, hogyha forgatjuk, a bukfenc, ami egyébként minden, amit a játszótéren csinálunk, mert a mászás, a csúzat, az, hogy magasba kerül a fejem, hogy, hogy, hogy lefelé. Amiket a gyerekek hogy ösztönösen amúgy is szeretnek ösztönösen csinálni. csinálnak, és amikor nem a négy fal közé vannak, voltak bezárva, hanem kint voltak a mezőben, akkor igen, akkor akkor még jobban igen. tudták ösztönösen csinálni. És ezért kevésbé jöttek elő a tünetek. Megam is nekem ez ha, az elméletem. visszatérve elég arra a gondolatra. Ez a vestibuláris. Akkor amit nagyon jól lehet még támogatni, az a proprioceptív, tehát ez, amit mondtam, hogy ezek az izmoknak a mozgása. Pont ilyenekkel, hogy azt a feladatot adom neki, mondjuk egy ingerkereső gyereknek, akit nem tudok leállítani, hogy ő csinálja a nehéz feladatokat, cipelje az egyik dobozt ide, vigye a másikat oda, ő tolja, húzza, a falat is próbálja meg nyugodtan eltolni, ütközzön, de úgy ütközzön, hogy, hogy ez a másiknak ne fájjon, hanem ütközzön a, nem tudom, a puha falnak, vagy Itt, a, csináljunk csináljuk neki gumiszabát, jó, most nem, de hogy, de hogy, de hogy tehát, hogy adjuk meg neki a, ennek a sok mozgásnak a lehetőségét, és, és adjunk neki nyugodtan nehéz, nehéz feladatokat, mert hogy ezek uh -huh. tök jó ingereket adnak. És akkor a harmadik, ami, ami még ilyen nagyon-nagyon fontos terület, az a tapintás, a, amit, amit szintén nagyon jól tudunk támogatni, akár otthon is, az ilyen leg alapvetőbb játékokkal egyébként, hogy gyurmázás, homokozás, sarazás, együtt sütés, hogy benne turkáljon, és hát vannak olyan gyerekek, akik nem fognak bele, van, aki ízét rögtön ugye válik, Igen. benne van a süti sütésbe, van, aki meg így belebököd az ujjával, és akkor utána megy megmosni a kezét. Nem baj, és hogy otthon nem is fejleszteni akarjuk, úgyhogy ezt tök-oké, okay, annyit csináljon belőle, amennyit akar. Uh -huh. Majd ezt a fejlesztő, hogyha már fejlesztése ilyen, akkor csinálja azt, hogy hogy tudunk ebbe minél uh -huh. többet elérni. De mi csak adjunk meg ennek a lehetőségét, megteret. És És ilyen, ilyen, és ehhez hasonló. Kis dolgokból, meg ingerekből, jó, jó minőségű ingereket adva, a gyerekeknek tudunk összerakni olyan Aha. blokkokat, amik effektíve egy hát ributolni tudják, tulajdonképpen az idegrendszerét. És egy ilyen 5 perces kis torna persze nem fog fölérni egy egész éjszakai alvással, persze. tehát hogy 11 után se lesz nagyon könnyű a gyereknek, de sokkal könnyebb lesz, mintha uh -huh. nem csinálnánk. És akkor van egy csomó más ilyen megelőző eszköz is, például ugye, hogy beszéltünk a hallásról. Hát ott aztán tényleg annyi felesleges uh, inger megy be, hogy nyugatta nyugodtan lehet egy ilyen gyereknek egy fülvédője. Én úgy tekintek rá, mint egy szemüvegre, ez nekem ilyen nagy, izé, ilyen nagy fülvédő aktivista leszek, <laughs> mert hogy mert, én tényleg azt gondolom, hogy ez egy segédeszköz, ami. De ami, ezt ön javasolhat, mert szemü, meg is, is régen így demonizálva volt ah, egy kicsit, és igen. most meg már. Igen. Uh -huh. És rengeteg, tehát hogy tényleg, uh -huh. tényleg tök sokat segíts, hogy, hogy, hogy így ajánlom mindenkinek, aki hallgatja, meg nektek is, hogy próbáljátok <laughs> hogy ne halljátok ezt az adást. Megyetek fel gyorsan. De, de, de most, de hogy próbáljátok ki akkor, amikor ilyen zajos, amikor így érzed, hogy, hogy nem Egyébként igen, fú, van az, amikor már ez zavar, szomszél, tényleg az, hogy fogjátok Csak már be, tényleg már nem. Igen, 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 és hogy, hogy ez is uh, tényleg az iskolába is nyugodtan lehetne, hát egy szünet, úristen, amikor megyek a gyerekért, hát én abban az tíz percben, amíg összekaparom a cuccait meg őt, így úgy megyek ki onnan, hogy ezt hogy bírják egész uh -huh. nap? És jól tudom, hát végig csináltam az iskolát, és nyilván akkor is ilyen hangzavar volt, de hogy nem, az rendszerem már nincs ehhez szokva. És hogy ezek, ezek ilyen könnyű segítségek, vagy ilyen olcsó, hát hogyha egyszer megveszi az ember a fülvédőt, onnantól olcsó, és, és tök sokat tud számítani, hogy ezeket a felesleges ingereket... Hát így. csak gondolom, hogy mindig megy az, hogy az osztálytársak cikizik, Ez ha mondjuk nem de? tudom, 8 elmennek koncertre, vagy valami szabadtéri eseményre, és akkor mondjuk a 20 gyerekből egy nem igen. fogja elővenni, igen, gondolom, azért is mert, aktivist, szó, mert hogy... vagyok ilyen aktivista, mert hogy egy csomó a gyereknek veszet, több jól lenne, hogy egy kicsit olyan is, mint amúgy egy fogszabályzó, igen. hogy például igen. az is, hogy az végre emlékszem, nekem éjszakai fogszabályzó volt, és a táborban el nem mertem elővenni, mert de most Na meg ez már igen. nem igen, gáz. igen, igen, igen. Igen, és hogy ez tényleg olyan, mint egy, mint egy egész, mint egy, mint egy, más segédeszköz. Uh. És hogy ez egyébként vannak még ilyenek, amikkel otthon is lehet, uh. hogy, hogy a, a, mondok akkor még, hogy, hogy, ugye nyugtat, tehát hogy tudjuk így is um, csoportosítani az ingereket, hogy melyik inger csatornát uh -huh. melyiket támogatja éppen, de tudjuk úgy is, hogy mi a funkciója. Vannak aktivizáló ingerek, vannak nyugtató ingerek, és vannak rendező ingerek, az nagyjából azt jelenti, hogy olyan ingerek, amik fókuszban tartanak minket, ami mellett tudunk koncentrálni. És most erre mondok is ilyen iskolai példát, hogy hogy van, aki nem tudja úgy elmondani a megtanult, vagy tök jól megtanult a verset, de nem tudja így vigyázba elmondani, hanem billegnie kell vagy mennie kell közbe, vagy nekem tollat kellett kattingatnom, és akkor most jövök rá, hogy mindig szóltak, hogy ne kattingassam a tollat, jó, értem, hogy hangja van, meg de most jövök rá, hogy én csak fizsésztem. Uh -huh. Hogy ezek a figyék, a fidget spinner, ez a popit, tudjátok, ez igen, a én, szilikonizé, amit igen. nyomkodunk, a rubik kockának a tekergetése, vagy valami, tehát hogy bármi, amit így nyomkodunk, a stresszlabda, ezek mind-mind-mind figyék, amiket a kezemmel csinálok, és közben az agyam Mat így fókuszban tartom. Tök érdekes dolgok ezek, és hogy is is megint ilyen, róla. Megint három-négy órát lehetne, igen igen, igen, igen. De egyébként, hogyha nem is szenzorosság, vagy nincsen semmilyen neurológiai eltérés, azért tényleg annyira sok inger éri a gyerekeket. Mondjuk tényleg csak nézzük a tévét, hogy tényleg mik mennek ott, vagy hogy tényleg így az igen. utcán, vagy ez a város élet, hogy egyébként is kell neki ilyen kis nyugtatós blokkok, vagy hogy valami olyan, ami egy kicsit így felélegzünk belőle. Igen, hát szerintem ez egyébként mindenkinek jó, hogyha van, és azért mondom, hogy, hogy az a szépsége ennek, hogy amúgy, hogyha nincsen nincsen kimondva a gyerekemről, hogy szenzoros vagy nem szenzoros, azzal, hogy szenzoros támogatást adok neki, attól nem de csak száll jó száll száll száll. Az, hogy Igen, az igen, az igen sőt, semmit. mert hogy ugye mindannyiunknak van szenzoros rendszere, és uh, nekünk is tök jó az, hogyha ezekből a gyakorlatokból bármit uh -huh. megcsinálunk. Uh, igen. Uh, és uh, az, ja igen, szóval, hogy, hogy mindenkinek jó, Viszont az van, hogy akinek viszont szenzoros integrációs zavara van, nekik viszont kötelező. Vagy és hogy, akkor, hogy, de hát vannak, nem akik kötelező, akik nem kötelező. Hát igen, de hogy kötelező lenne ahhoz, hogy jó, jobb állapotban tudjanak lenni. De Én mi van, akkor ha nem csinálják? Bocsánat, de akkor mi van? Ezt csak... akartam kérdezni, hát hogy... folyton igen. szétesés van. Igen, ugye láthat, hogy egy osztályban, igen. ha csak a statisztikát nézzük, mondjuk negy, 30 gyerekből, négy az. Most csak mondjuk igen. a négyet. Ha a négyből egyel foglalkoznak, mert felismerték korán, uh -huh. hárommal viszont nem, mert csak letudták azzal, hogy hisztis, finnyás akármi akkor az később, miben fogod látni a, a különbséget? különbséget. <laughs> mondjuk, a sok különbözők a tünetek, igen. meg <laughs> hogy hosszú távon miben látjuk. Tehát hát, hogy mondjuk az rosszabb tünetek. Tehát akiknél nem foglalkoznak, azok lehet, hogy nem abban az iskolában fogják befejezni Aha. <laughs> a tanulmányaikat, de hogy, ne, ne, de hogy ez nem feltétlenül van így, megmondom, azért ez egy skála. Uh -huh. De hogy ebből nagyon könnyen tudnak egyébként tényleg tanulási nehézségek lenni. Uh -huh. Van, akinek ugye a viselkedésére hat, és, és akkor ott kezdődnek el a problémák. Van aki, van, aki mondom, másik iskolába köt ki, van, aki csak a szakszolgálatnál, szóval hogy azért így sokféle következménye lehet. De azért, ha nem is derül ki mondjuk az, hogy, hogy szenzorossága, a fő gyökere azért mondjuk, hogyha ha valami tanulási nehézség van, akkor elkezdik legalább általában ugye azt kezelni, mert már ez is valami. Mm. Mert mondjuk a mi időnkben még ez se volt. Tehát, hogy ugye még a diszekkel... Hmm, diszekkel se voltak annyira tisztában a mi időnkben, és azért ezek, ezekre most már tényleg nagyon jó pedagógiai módszerek uh -huh. vannak, úgyhogy már ez is valami. Mennyire gondolod toleránsnak a környezetet? Ha például van egy iskola, ahova kezdve egy elsős csoport, és uh -huh. ott a szülők találkoznak, és az egyik anyuka azt mondja, hogy az én kislányom szenzoros, akkor arra mi az átlag reakció? Hú, hát az, az sokféle tud lenni, és én azt gondolom, hogy itt is nagyon függ attól, hogy mennyire szenzoros az a gyerek. Mm -hmm. Ha mondjuk mi nem tud róla semmit, tehát mi nem találkoztam azzal a kislánya, csak azt látom, hogy ott éppen pakolja ki a kis táskáját, és azt mondja nekem, hogy ő az én lányom, szenzoros egyébként. Mm -hmm. Hát nem tudom, hogy ez, ez, ez lehet, hogy, hogy sok mindenkinek nem mond feltétlenül semmit, uh -huh. ö, hogyha mond valami, nem jó esetben visszakérdez, hogy igen, és az mi? Uh -huh. ö, hogyha megmond neki valamit, akkor lehet, hogy beindulnak ilyen ítéletei, előítéletei jó, szereot, ha szülök, ilyen szülök, nem mondja. Mm, én, én, nem, én magam nem szeretem annyira a címkézést. Uh -huh. Én sokkal jobban szeretem azt, hogy és, és ebben ugye a szenzorosság is benne van, közben pedig azért beszélni kell róla. mert hát Igen, mert ha meg kell, nem ha mondod, akkor meg el van könyvelve a kis igen, rány, rossz Igen, illetve nem csak ő, hanem te. Igen. jó de rosszul igen, neveled. Ezt akartam mondani, hogy, hogy nagyon Biztos sokszor... Biztos mindent igen, <laughs> igen, hogy nagyon sokszor szülőhibáztatásban, tehát hogy az, az szokott ilyen nagyon gyakori reakció lenni, és én szoktam tartani uh, ilyen kifejezetten neurodiverz gyerekeket nevelő szülőknek külön tanfolyamot, és a, az utolsó után vagyis nem, hogy az, az legutóbbinál, az első alkalom után volt, aki írt nekem, hogy hát az egész nagyon jó volt, de hogy neki az, hogy itt látott húsvér embereket, jobb kamerán keresztül, de hogy látott húsvér embereket, akik ugyanazzal küzdenek, mint ő, hát neki már ez, meg hallani a többieket, hogy nekik is ugyanez. Szóval, hát szóval nagyon van hogy nagyon van. sokszor nem Igen. tudja megérteni az, aki nincsen benne, azoknak. Van olyan is, hogy valami hülye reakciót ad, valami bántó reakciót ad. Na, ezek nagyon sok tudnak, sokfélek tudnak lenni, meg, meg az is más, hogy mennyire megy mondjuk nekem mélyre, aki ezt hallom. De tényleg, az, 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 tényleg azt kell mondanom, hogy az nagyon gyakori, hogy, hogy nem is az, hogy elmondja, hogy Fú, ő szenzoros, hanem az van, hogy látják a gyereknek a viselkedését, ami azért eltér a uh -huh. korosztálytól, és akkor azt gondolják, hogy te tök vagy, és hogy biztos valamit ott van. Valami nagyon... A továbbképzés megint nem elsősorban azoknak kéne, akik benne vannak egy helyzetbe, hanem akik yeah. nincsenek egy kicsikét, egy ilyen Lát, érzékenyítő továbbképzés. ez jó egyébként ez a beszélgetés, szóval ezzel sok mindenkit Igen. lehet edukálni. És a gyerekeinket, mondjuk, mire lehet edukálni? Csak arra, hogy legyen elfogadóbb azzal, aki máshogy viselkedik. Olyan érdekes, mert legalábbis hát én most egy ilyen kis, tehát hogy az én, én kisfiam most elsős, tehát hogy tényleg óvisokat látok főleg, meg, meg kis kisiskolásokat gyakran. Hogy náluk ez még annyira annyira elfogadóak, és mm. annyira nincsen ez az így benne. Látok. Tényleg? Aha. Én azt, de a nagyobbakat, mondjuk Aha. A harmadik, negyedik osztályosokat, ötödikeseket, és ott az van, hogy már megint ez a gyerek megütött, már megint, est, megint nem, hagy Aha. már megint, Aha. és hogy ez tök nehéz, mert pont a barátnőmmel beszélgettem, hogy mondaná a gyereknek egyfelől, hogy jó, legyél elfogadó, mert ő nem tehet róla, hogy akármilyen indulatokat kezelni, másfelől meg ott van az, az, az a tanítás, hogy de nem vagy egy céltábla, és nem vagy egy boxzsák, és nem vagy. Ugyan. Tehát, uh -huh. hogy ez szerintem. Jó mondjuk így, hogy most ezt mondod, azért tényleg benne van, nálunk is van az osztályban, akinek így akinek pont ezzel a viselkedéssel van így nehézsége, és nem jól közelít a, a többiekhez, uh -huh. és és igen, azért neki így ebből vannak. Szóval vannak szerintem, nehézsége. és ez nem, ilyen, nem szép kimondani, de egy kicsit az van, hogy mindig addig tudod valakinek a gyereket elfogadásra tanítani, még nem ő a céltábla egy kicsit, Igen. ha most őszintén Igen. vagyunk Igen. egyébként. Igen. Igen, én ugye mindig szoktam nekik tanítani, hogy, hogy ugye védjék meg a saját határaikat, meg a saját testüket, és akkor, hogy mondjad, hogy hát uh -huh. ezt ne csináld, és akkor, ha folytatja, akkor kérje a felnőttől segítséget. Ezt így mindig, mindig, mindig uh -huh. elmondom nekik de nem mindig sikerül. És tökéletes, hogy egyébként a kislányomnak kisebb korában, amikor elkezdte az ovit, sokkal jobban ment, mint most, amikor már sokkal ilyen gátlásosabb, meg most, most már nagy csoportos ovis, és most nehezebben megy neki uh -huh. ezeknek a határoknak a meghúzása, mint akkor, amikor elkezdte az ovit, ugye így engedtem be, mert vegyes csoportba ment, tehát így engedtem be, hogy ott neked a 7 éveseknek azt kell mondani, hogy állj, ezt ne csinálj. Igen, Igen, én és váluk, is tök, tök ment, és valahogy így elkopott, vagy hát mondom, én az, az, az gondolom, hogy, hogy most már úgy Kicsit mm. ilyen szégyenlősebb. Mert nekem a lányom meg elfogadóbb volt régen, ő most harmadikos, és most látom azt rajta, hogy kicsit egy öntudatára ébred, uh -huh. amire egyfelől rohadt büszke vagyok, hogy azt uh -huh. mondja, hogy ne, másfelől meg... Nem látom, hogy hol van az, amit én tanítottam neki, uh -huh. hogy de fogadd el, de segítsed, de, segítsad, de uh -huh. hogy a kettő így benne is ott ütközik, uh -huh. és bennem is, hogy mit tanácsoljak neki. Igen, Igen, az a baj, ez, hogy, hogy nem, hogy, hogy tökre egyet értek veled, hogy mit tanítottál neki, és és a dilemmát is értem benne, és hogy szerintem így jön be az, hogy, tehát hogyha egy gyerek az, aki ezt mindig csinálja még akkor is, hogyha ennek tudjuk az okát, akkor igen. is kezelni kell. Igen. És hát ugye, hogy kezelj, és hogy most mondjuk ki akkor, hogy hogyha egy gyerek csinálja mindig, akkor az már bullying, vagy ha akkor őt lehet bulinak mondani. És, és az, az viszont a közösség nem annak, mert igen, mert igen, nem egy hogy van szó. igen, de közben pedig igen. Igen, és mert, meg, hogy ráadásul tudjuk az okát, hogy Pontosan. mondjuk. És tökéletesen szívesen állok le a szülővel veszekedni, hogy de beszélj a gyerekeddel, mm. mert biztos vagyok benne, hogy minden áldott te beszél a gyerekével, és ezt Igen. próbálja, azt Igen. próbálja. Igen. És, ez és ugye ilyen, ez a... ami azért, azért közben pedig erre is vannak már eszközeink, szóval hogy ezt ugye közösség szinten tudjuk kezelni, kivéve akkor igen, hogyha mondjuk tudjuk, hogy valami áll mögötte, mondjuk autizmus, vagy, vagy szenzoroság, vagy akármi, mert hogy azt, azt, azt viszont többféleképpen kell, én azt gondolom, kell kezelni, tehát hogy egyrészt fejlesztéssel, és hogyha mondjuk, mondjuk az van, hogy, hogy autizmusról beszélünk, ott ugye van ez az autizmus-specifikus fejlesztés is, ami tulajdonképpen ö, szociális kommunikációs fejlesztést jelent, tehát hogy ott pont ezeket, hogy hogyan kell a szociális interakciókat rendezni, uh -huh. pont ezeket tanulják. Ö, tehát, hogy ez is egy út, hogy... Vagy hogy, hogy ez, ez mindenképpen egy út mm. szerintem ebben az esetben, hogy akkor a gyerek járjon fejlesztésre, és, a, és jó fejlesztéseket kapjon, ami, ami neki kell. Kapja meg akkor a, a, az otthoni támogatást, és mondom, ha autista, akkor is kapja meg a szenzoros támogatást is. Mert hogy nagyon sokszor arról van szó, hogy ezek a gyerekek nem fegyelmezetlenek, hanem az idegrendszerük kapcsol ki. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy, hogy megüti, meg zavarja a másikat. Igen, mert is vagy fúsba van. Folyamatosan, és nem. nem ha e, most gondoljatok, hogy egész nap nem működik nála a prefrontális kéreg, ott van ugye az érzelemszabályozás, meg a, meg a, meg a racionális gondolkodás. Nem, ki van, ki van neki kapcsolva, mert egész nap, egész nap azt üzeni az agya, tehát az agyunk csinálja igazából, hogy egész nap azt üzeni, hogy védekez, 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 veszély, veszély, mindenhol veszély. És hát ebbe. Ebbe most vagy, vagy elfut, vagy üt, vagy ugye vannak azok, akik, akik lefajdnak, illetve van egy ilyen negyedik is, amikor pedig így nagyon alá mennek másoknak. Aha. Tehát, hogy van az a megküzdési mechanizmus. Egyébként az szokott le, az van, hogy, hogy én eddig azt gondoltam, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ezek ilyen egyenrangúak, de hogy egyre, egyre többször hallom meg, olvasom azt, hogy nem, hogy ha nagyon nagy a félelem, akkor van a lefagyás, és akkor nyugis a gyerek. például uh, mondjuk, hát, Tehát akkor az a rossz, -a. Az a Igen, rossz -e. ott, ott akkor, akkor sokkal rosszabb van. És akkor az van, hogy amik mondjuk ez, mondjuk igen, tehát hogyha nagyon fél, akkor lefogy, és hogyha csak kicsit fél, akkor van az üs vagy fús, és akkor azok között így, így kapcsolgat. Tehát, hogy a, és akkor nagyon sokszor az van, hogy hogy igen, hogy az már a jobb helyzet, de hogy közben megkívülről az nagyon rossznak tűnik, aki pedig, aki pedig lefagy, az meg ilyen tök jó fejnek tűnik, de közben belül meg tök rosszul. Aha. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok. Én például mit mondjak a lányomnak, például ebben az esetben, ha van a környezetébe egy másik kislány, akivel néha találkozik, és ott én tudom, hogy mi a helyzet, vagy sejtem, teljesen uh -huh. mindegy, hogy azt nem mondhatom neki, hogy fogadd el, mert. De azt sem mondhatom neki, hogy üsvíz. Tehát, hogy mi okosat uh -huh. lehet mondani, uh -huh. amivel a gyerekemet is uh -huh. jóra tanítom, és segítem a másik gyereket? Hát, jó, ja, hát nem, ez nem könnyű kérdés, de mondom, én akkor, hogyha tehát, hogyha veszélyhelyzet van, vagy hát ilyen bántásba megy át, akkor mindenképp ezt mondanám, hogy próbálja meg ő leállítani, ha nem sikerül, akkor kérjen azonnal uh -huh. segítséget. Ha csak arról van szó, hogy Ideges, nem adja oda a játékát, ideges, igen. igen, idegesítő, piszkálgat, meg mondjuk, mondjuk sír, vagy nem tudom, ott azért már egy mondjuk egy harmadikos gyereknek már szerintem bőven lehet erről beszélni én, nekem most még ugye kisebb gyerekeim vannak, én én úgy szoktam fogalmazni, hogy hogy az ő teste hamarabb elfárad, mm -hmm. és ezért kell őt ebben segíteni. De hogy egy nagyobbnak már azért ennél abban is szerintem el lehet vagy hogy ennél már többet Aha. is lehet erről esetleg mondani, hogy hogy neki ebben meg ebben van nehézsége, akár mert mondjuk az impulzus kontrollról beszéltünk, hát az van, hogy ezek mind, amik ugye ilyen izegrendszeri fejlődést igényelnek, valószínűleg fejlődik nekik is, hát az ADHD-ban ugye az impulzus van nehézség, tehát ott, ott, ott nagyon eltérően fejlődik, uh -huh. de mondjuk szenzorosságban az, hogy fejlődik az impulzus kontroll, csak mondjuk tökre késik. Tehát mondjuk nekem nem kezd el négy évesen fejlődni, és mondjuk nem hét évesen van az ugrás, hanem mondjuk minden két évvel uh -huh. később van. Uh -huh. És akkor most nem kell impulzus kontrollnak hívni, de hogy elmondani, hogy hát neki nehézsége van akkor, hogyha ha valamin, ha valamitől dühös lesz, akkor ő oda csap. És hogy akkor legyél erre figyelemmel, hogy, hogyha látod, hogy kezd bedühödni, akkor nyugodtan már lépj egyet hátra, hogy meg tud magad védeni, vagy ilyenekre uh -huh. gondolok, hogy, hogy fel tudjuk szerintem azért készíteni a, a, a nagyobb gyerekeinket már ezekre a helyzetekre úgy, hogy közben közbe empátia is legyen Igen. benne. Hú, uh, Móni, nagyon hasznos volt, tök jó volt erről beszélgetni, egy kicsit így uh, edukálni magunkat. Remélem, hogy ez szerintem nagyon hasznos adás volt, biztos nagyon sokan uh, sokszor végig fogják hallgatni, és aki érintett, annak meg segítséget nyújtott. Köszi lányok, hogy beszélgettünk erről a témáról, nektek pedig köszi, hogy meghallgattátok, vagy megnéztétek ezt az adást. Két hét múlva jövünk újjal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.